boldog születésnapot. Ezzel szeretném kezdeni rövid kártyolásomat, hiszen Tokaji Kereskedőház DLC 20 éves fennállását ünnepeljük. Lassan már udvarolni lehet, és hál' Istennek egyre több a kérő, kereskedő, és születésnapi bulim nem szomorkodni, hanem örülni szoktak emberek. És hát azt hiszem, hogy együtt örülünk nem csak a vállalat dolgozóival, nem csak önökkel, újságírókkal, szakújságírókkal, borászokkal, hanem Tokaj-hegyalja egész népével is. És hogyan is kerülök én ide? Egyrészt Zemplén országgyűlési képviselője, az én politikai karrierem is közel egybeesik, hiszen 1990-től vagyok országgyűlési képviselő, és immáron többedik ciklus egyéni választott képviselője. És aki Tokaj-hegyalján képviselőségre adja a fejét, annak két dolgot kell tudnia. Egyrészt a borról bizonyos ismereteket kell, hogy szerezzen, mert hiszen hegyalján mindenki ért a borról és a focihoz, de egy képviselő kiváltképpen kell, hogy értsen, és szeresse a bort a Tokaiból. Emellett azonban van egy másik oka is azért, mert itt vagyok, mert a Tokaji Kereskedelem az első igazgató tanács elnöke 1994 és 96 között szerint személyen volt. Engedjék meg, hogy néhány szót elmondjak a születés körülményéről. Izgalmas gyermek születése, ez előzte meg a Tokaji Kereskedőház születését is, hiszen emlékeztettem a hallgatóságot, hogy 1990-91-92 a privatizációnak a sajátos időszakát éltük át, és ebben nagyon sok agrár céget privatizáltak, ma már látjuk, hogy hiba volt, de akkor még talán másképp gondoltuk, és itt volt a nagy kérdés, hogy mi legyen a Tokaj-hegyalji borkombinátum. Az egyik legnagyobb állami vállalat, hatalmas vagyonnal, és tegyük hozzá óriási államadósággal. Privatizáció vagy megtartani az állam saját kezét. Ekkor a privatizáció stend kerekedett felül, és emlékszem azokra a tárgyalásokra, aminek egyik eredménye az volt, hogy egy németországi cég szőröstől-vőröstől megkívánta vásárolni az egész céget, területestől, emberestől, mindenestől együtt. Nos, voltunk néhányan, akik ott gondoltuk, a hagyományokhoz ragaszkodva, hogy a magyar állam soha nem vonulhat ki Tokaj-hegyaljáról. Ezt nem csak azért mondom, mert ez valami fajta etatista elképzelés, rossz gazdaságpolitikai elképzelés lehet, hanem ennek történelmi hagyományai vannak. Mindig és mindenkor a király, a császár szőlőbirtokot tartott fönt, és a kincstár úgy szintén. 1920-ban óriási perindult el, hogy a Habsburgok visszapereljék az állami tulajdont, ami akkor korábban kincstári tulajdon volt. Ez volt a Szarvasbíró, ami ma is az egyik koronája nemcsak a kereskedőháznak, hanem egész hegyaljának. És kell, hogy meghatározó szerepe legyen az államnak, mert Magyarország borvidékei közül a Tokaj-hegyalja az első zászlós hajó. Ennek vannak történelmi hagyományai. A világon bárhova megy az ember, két dolgot tudnak rólunk, Puskás öcsi és Tokaji asszú. Ezt meg kell becsülni, ezt gondozni kell. És voltunk néhányan, akik úgy gondoltuk, hogy tartsuk meg a borkombinátot állami tulajdonban, természetesen megváltozott filozófiával és megváltozott körülmények között. Igen, 1993-ban, 92-93 fordulóján 1,6 milliárd forint adósság halmozódott fel. Köszönhető ez annak, hogy ugye a kereskedő, bocsánat, a borkombinát akkor hatalmas piaca volt, szovjet piac. Ez valóban jó piac volt, csak aztán 91-2-től nem tudott fizetni, sőt korábban is. És a szovjet piac fizetésképtelensége miatt roppant össze gyakorlatilag a borkombinát. És itt ekkor az akkori pénzügyi kormányzat, Szabó Iván,
pénzügyminiszter megértette, és a miniszterelnök, hogy nem szabad privatizálni, egyrészt ilyen államadósággal nem parti képes, és sikerült beletenni az akkori ipari adósságkonszolidációba kivételképpen a mezőhegyesi állami gazdaság és a tokai borkombinát. És ekkor indultunk el majdnem nullával 1993-94 fordulóján, és itt valójában az elnevezés is jelzi, hogy megváltozott filozófiával és körülmények között, hiszen Tokaj-hegyei borkombinát, ez egy titok szó volt Tokaj-hegy alján, mindenki a borhamisításra utalt, mindenki volt a kínlódásai problémája a kistermelőknek, új nevet kerestünk, és ez az a Tokaj kereskedőház. Három lábát határoztuk meg, az első és legfontosabb az integrációs szerepkör, vagy az integrációs láb, a kistermelőknek az összefogása. Látszott az, hogy a privatizációs versenyben, hiszen megjelentek külföldi cégek, és bárki bármit mond, de én örülök neki, mert egy újfajta technológiát hoztak, és egy egészséges versenyhelyzet alakult ki. Csak nem voltak eléggé tőkeerősek kisgazdák, azok a szőlőtermelők, akiknek 800 vagy 1500 vagy bármely mennyiségű szőlőterülete volt, hektárnyi vagy négyszögönnyi területük. Nem voltak felkészülve, nem volt elég banki háttér, hogy önálló kis csatók induljonak meg, mint 1948 előtt volt Tokaj-hegyalján. Ezért kellett valaki állami rásegítéssel, aki segíti a kistermelőknek a munkáját. Igen ám, csak korábban mindent átvett a borkombinát, bort vett át, azaz mustot vett át, emlékeztetem a 60-as évek hamisítási tereire. Azonban megváltozott a helyzet, mi már szőlőt, bogyót vásároltunk fel. És a nagy kérdés mindig Tokaj-hegy alján az, hogy ki vásárolja fel a bogyót, mi lesz a termésünk. És itt egy minőségi átalakulás indult, ugye sajnos a 60-as, 70-es években a jól termő hegytetőkről és minőséget adó hegytetőkről a termelés hatékonysága miatt a szoknyára került a szőlő, ebből kifolyólag a minőség is megváltozott. Volt egy fő cél, a mennyiség, a szovjet piac kielégítése és kevésbé a minőség. Ez a szemlélet megváltozott. És elkezdtünk lépésről lépésre a mennyiségi szemlélet felől a minőség felé elmenni. Nos, az integrációs szerepkör azóta is egy fontos lába és filozófiája a Tokaj kereskedőháznak. Ez az állami szerepvállalású, úgy tetszik, fontos a háttérben. 2000-valahány száz kistermelő, akiknek, és a végén erről is szeretnék szólni, a mennyiségitől a minőségi termelésre megy át a hangsúly. A másik fontos filozófiája volt felzárkózás és a hegyaljai térség felzárkóztatása az európai borászat színvonalára. Ekkor történt egy szerkezetváltás a cégnél is, illetve egy minőségi váltás, megjelent a reduktív bor. Szegény apósom mindig mondta, hogy ez a redukciós bor. A redukciós bor, kísérleteztünk, Zsámpén környék, Sardon 4 volt az első, nem nagyon jól sikerült, aztán Bátor úr az egészet megvásárolta az alapanyagot. Egy a lényeg, elkezdtünk a hagyomány mellett az újítás felé, és ez nagyon fontos és nagyon lényeges, hogy mindig egy húzóerőt jelentett Tokaj-hegy alján a kistermelők felé. És a harmadik pedig a cégnek a ráncfervarrása, megújítása borkombinátból Tokaj kereskedőház fele. És itt nagyon fontos, hogy az a versenyhelyzet, ami kialakult, hiszen jó néhány külföldi cég jött, tőkeerős, különösen Franciaországból, akiknek köszönhetően új technológia jelent meg, egy új ízvilág. Kibomlott a tokai bor ízvilága a reduktív borokon keresztül, korábban csak az oxidatív borokat termeltük, leginkább ehhez voltunk szokva. És itt a Tokaj kereskedőház megállt a helyét, azáltal is, hogy integrált, és azért jó néhány született levezényelt, emellett azonban megjelent
a versenyhelyzetben, egészséges versenyhelyzetben felvette a kesztyűt. Nem igaz az, hogy a magyar állam tulajdonosa, akkor az rossz tulajdonos. Attól függ, hogy milyen, kik vezetik a céget, és milyen barátok van. És természetesen végre ment a szerkezetváltással Európai Uniós pályázatokon keresztül, hogy említette a vezérigazgató úr, tessenek eljönni Tolcsvára, megnézni a céget, milyen modern borászata van, és azt is jelentette, hogy a régi, szocialista időkben hatalmas, nagy sátoraljaújhelyi központból összehúzta magát, és hatékonyan egy kis tolcsvai irodából költözött rá. Ez is jelzi a profilváltását. Hölgyeim és uraim, rövidre fogom mondandómat, tehát bennünket igazolt az elmúlt 20 esztendő, azokat, akik hittünk abban, hogy a magyar államnak nem szabad kivonulnia. Visszajelezni látszik bennünket az élet, hogy igen, az állami szerepvállalás fontos Tokajhegyalján, az integrátori szerepkör, ugyanaz, mint Franciaországban vagy Dániában egy-egy mezőgazdasági termelésnél, ki és hogyan fogja össze a kis termelőket. És itt Tokajhegyalján egy új trend alakult ki az elmúlt 10-15 évben lépésről lépésre, a minőségi bortermelés, ha úgy tetszik. Ennek azonban van egy feltétele, a minőségi szőlőtermelés. És mi itt Tokajhegyalján, ez nagyon fontos, hogy az integrátori szerepkör már nem szociális módon működött, hol a telefonálhatunk és tessék átvenni, mert X meg Y-ja, hanem a minőség, csak a minőséget veszik át, és a valójában a szület az februárban kezdődik, azzal, hogy hogyan metszenek és mennyit hagyjanak ilyen termést, és a tisztességes árkategória kialakítása. És ha önök nem hisznek nekem, akkor itt tessenek megkóstolni egy 1993-as aszút, ez is a terítéken van, úgy tudom. Nos, ez nekünk köszönhető, hagyd mondjak el egy anekdótát. Állt a bál Tokajhegyalján, az évtized, vagy az évszázad egyik legjobb termése készülődött 93-ban, és ilyen állami adóssággal nem volt pénze. Borkombinált pontosan az átalakult Tokaj kereskedőház. Hát honnan veszünk pénzt? Bank nem adott. Oda a termés. És akkor végül kilincsezés után Megyerszai László akkori földművelési államtitkánál álltunk meg, 956-as aszúval. Erről van szó legalább ilyen dologról. És sikerült, hogy az APDRT kölcsön 250 millió forintot adott a Tokaj kereskedőházban, amit azóta kifizetünk, visszafizetünk. És tessék megnézni az eredményét, ha akkor nincs állami támogatás, akkor ezt a borba már nem tudjuk megfúzni. És itt van a 2000-es, 2001-es, amikor sokat hittek bennünket, mennyit kapott a borkombinát, nem a borkombinát kapta, hanem a kistermelő. Felvásárolták a 2000-es, 2001-es évjáratot, és ma nincs olyan világverseny, hogy aranyérmet kapjunk haza. Nos, a hagyomány tisztelete és a 21. századi borászat, a jelenlegi piac határozza meg ezt a filozófiát. Úgy hiszem, hogy hál' Istennek az egyik báváskodó voltam, megérte az a fáradtság és az a kínlódás a Tokaj kereskedőháznál, és a mai napig is fontosnak tartom és kiállok amellett, hogy van 2500-3000 kistermelő, akiket integrálni kell, és kiállok amellett, hogy a magyar állam nem vonulhat ki Tokajhegyaljáról, de amellett is kiállok, hogy az alapvető és a leglényegesebb a minőség határozza meg a jövőnket, a minőség. Remélem, hogy a kannásból hamarosan már végleg el fog tűnni a polcokról, és remélhetőleg egy olyan tokai bors tudunk majd előállítani közeljövőben már, amelyik megállja a helyét bármelyik világpiacon. Én azt kérem önöktől, akik itt vannak a sajtó képviselői, kóstolják meg azt, amit produkált a kereskedő.